nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Duális szakképzés, egyre több vállalkozó csatlakozik a rendszerhez szakoktatóként. Sok a szabadtéri tűz Tolna megyében, a szabályok betartásával elkerülhető lenne a baj. Fényes nappal rabolták ki, ismerőse támadt a dombóvári férfira. Elűzték a telet Bátaszéken, még mindig hódítanak a régi népszokások. Egyre több vállalkozó csatlakozik szakoktatóként a megújult duális képzési rendszerhez. Ezt jól mutatja, hogy a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai folyamatosan végeznek nyilvántartásba vételi eljárásokat, illetve hatósági ellenőrzéseket. Mindemellett az Iparkamara tájékoztató képzéseket is szervez, illetve duális képzési tanácsadókat is kereshetik egy-egy felmerülő kérdés esetén. 2020-ban változások következtek be a szakképzésben, új duális képzési rendszert vezettek be, melynek része a nyilvántartásba vétel. Tehát, ha valaki szeretne részt venni oktatóként a rendszerben, annak nyilvántartási eljáráson kell részt venni. Ezt a feladatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el, mondja Illés Linda, duális képzési tanácsadó. A gazdálkodó szervezeteknek mindegyikének, aki részt szeretne venni a duális képzésben, át kell esni ezen a nyilvántartásba vételen, attól függetlenül, hogy korábban már képeztek tanulót vagy sem, ha új jelentkezők, akik nem foglalkoztak, nekik is, illetve a régieknek is. Továbbá tanév közben úgynevezett hatósági ellenőrzéseket is tartanak, melynek keretében azt vizsgálják, hogy minden rendben megy a duális partnernél. Tehát amit vállalt a képzőhely, azt betartja, és a tanulók a megfelelő körülmények között szerzik meg a szakmai tudást. Mindemellett az Iparkamara tájékoztató képzéseket is szervez, illetve a duális képzési tanácsadókat is kereshetik egy-egy felmerülő kérdés esetén. Ez legyen akár a gazdálkodó szervezet, akár maga a tanuló, szülő, egy képzőhely, egy könyvelő, vagy akár az iskola, aki a segítséget szeretne kérni tőlünk a jogszabályoknak az eligazodásában, értelmezésében. Segítséget nyújtunk e-mailben, személyesen, vagy akár telefonon is. Mindemellett adminisztratív tevékenységeket látunk el ezzel kapcsolatosan. A tanácsadó hozzátette, hogy az ellenőrzések, illetve a nyilvántartásba vétel előre egyeztetett időpontokban folyamatosan zajlik. Azok a családok, amelyek a bevallásukban veszik igénybe az adóvisszatérítést, az eredeti határidőnél korábban kaphatják készhez az összeget, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalára feltett videó üzenetében szerdán. Az adóbevallások beérkezését követően a 30 napos utalási idő helyett 2 héten belül visszautalják a családoknak a tavalyi befizetett személyi jövedelemadót, mondta a miniszter. Ez elsősorban az egyéni vállalkozókat, az őstermelőket, és azokat érinti, akik elmulasztották határidőben leadni a nyilatkozatukat. A gyermeket nevelő szülők már több mint 610 milliárd forintot kaptak készhez a családi adóvisszatérítéssel. Azzal számolunk, hogy az adóbevallásokban érvényesített visszatérítéssel ez az összeg több 10 milliárd forinttal emelkedhet. A magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi a kifizetéseket. A tavalyi volt az elmúlt 30 év legnagyobb gazdasági növekedése. A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok SZIA bevallási tervezetét, akikről munkáltatói kifizetői adattal rendelkezik. Legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Bárki, aki ügyfélkapus azonosítóval rendelkezik, márciustól megnézheti saját adóbevallási tervezetét, azonosítás után az e-SZIA portálon. Akinek nincs ilyen azonosítója, március 16-áig adóazonosítójele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását. Ilyen például SMS-ben, az e-SZIA oldalon elérhető webűrlappal, levélben, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Az elkészült tervezeteket a NAV tértévevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. 6286 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.769.164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.
Elhunyt 132, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 43.562-re emelkedett. 4.463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 170-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.390.000-en kaptak. Torna megyében 129 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel 37.636-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Közel 30 szabadtéri tűzeset történt már idén Torna megye szerte. Ez jóval több, mint tavaly ilyenkor. A bajt okozhatja egy égő cigicsik, vagy akár egy figyelmetlen avarégetés. A vész elkerülhető lenne, ehhez csak pár szabályt kellene betartania a tűzgyújtónak. A Torna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság most ezekre szeretné felhívni a figyelmet. Legutóbb Kakas külterületén mintegy 30 négyzetméteren égett avargaz és vágástéri hulladék, ami a közeli erdőt is veszélyeztette. Akkerman Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, idén már közel 30 szabadtéri tűzeset történt Tolna megyében. Ez jóval meghaladja a tavalyi adatokat. 2021 azonos időszakában 18-szor vonultak a megye tűzoltói hasonló esetekhez. A tavaszias és a száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöld hulladék égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet, ez a természeti és az épített környezetet is jelentősen veszélyezteti. Minden esetben figyelembe kell venni a helyi szabályozásban foglaltakat, hiszen csak kivételes esetben engedélyezett a zöld hulladék égetés, hiszen a legtöbb településen mára már külön szolgáltatás biztosítja a zöld hulladék elszállítását. Vannak Tolna megyében azonban olyan települések, ahol ezt még nem vezették be. Ott külön rendelet szól arról, hogy mikor és hogyan lehet tüzet gyújtani. Televíziónk tavaly a paksi hivatásos tűzoltókkal együtt készített egy figyelemfelhívó kisfilmet ebben a témában, ahol a láglovagok elmondták, milyen szabályokat kell betartani tűzgyújtás esetén. Akkor a tüzet gyújts, amit kezelni is tudsz. Mindig legyen a közelben elegendő oltóanyag, gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kéziszerszámról is, feltámadó szél esetén pedig azonnal el kell oltani a tüzet. Szabadtéren pedig minden tüzet úgy kell eloltani, hogy ne tudjon visszagyulladni. Ennek érdekében a legjobb módszer az, hogyha vastag föld vagy homok takarással zárjuk el a levegőtől. Ha pedig valaki tüzet észlel, akkor ezt haladéktalanul jeleznie kell a 112-es központi segélyhívószámon. A szabadtéren keletkezett tűzesetek másik gyakori oka az eldobott égő cigarettacsik. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében nagyon fontos, hogy a túra alkalmával ne dobjuk el a csikket, hanem gyűjtsük össze egy nem éghető anyagú tárolóban. Ezzel nem csak megelőzik a bajt, de a környezetet sem szennyezzük tovább. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy Szekszárd is rendelkezzen úszodával, ezért ha az állam ebben segítséget tud nyújtani, akár többletforrás biztosításával, akkor ezt megtesszük. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a parlamentben képviselői kérdésre válaszolva. Gulyás Gergely kiemelte, a kormány elkötelezett a sport iránt, ezért minden szükséges segítséget megadnak a Tolnai megyeszékhelynek. Hogyha ebben az állam segítséget tud nyújtani, akár többletforrás biztosításával, akkor természetesen kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy Szekszárd is rendelkezzen úszodával. A célkitűzés is ez volt. Az elmúlt években, hogyha az országos fejlődést megnézi, akkor az kifejezetten imponáló, hogy hány helyen tudtunk megnyitni olyan úszodát, ami lehetőséget ad arra, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, akár úszásoktatás, akár szabadidős program keretében úszhassanak, és ennél annál fájóbb, hogyha van olyan megyeszékhely, ahol bármilyen okból is az úszoda felépítése, felújítása nem fejeződött be, különösen, hogyha nincs olyan úszoda, ami különösen használható, tehát ebben csak a kormány segítséget tudom felajánlani. Fel kell készülni minden helyzetre a keleti határ mentén, a humanitárius feladatokra, a határvédelemre, ezért csoportosítunk át katonákat és haditechnikai eszközöket az ország keleti térségébe. Erről a honvédelmi miniszter beszélt. Benkő Tibor közölte, meg kell akadályozni, hogy Magyarország területére fegyveres csoportosulás tudjon bejönni, az ország területén manővereket hajtson végre. Mint mondta, Magyarországon az embereknek nem kell félniük, de körültekintőnek kell lenni, a magyar honvédség minden eshetőségre felkészül. A következő napokban a magyar lakosság is láthatja majd, hogy haditechnikai eszközök, menetoszlopok indulnak el az ország különböző pontjairól a keleti ország részbe. A magyar katonáknak az a feladata, hogy a határt le tudják zárni és zárják le, a menekülőket át tudják engedni, és a határ mentén olyan katonai jellegű
széttelepülést hajtsunk végre, ha szükséges, amely biztosítja a Ukrajnát elhagyni szándékozó menekülteknek a szabad utat, de ugyanakkor nem biztosítja azt, vagyis megakadályozza, hogy Magyarország területére fegyveres csoportok átsodoródjanak. Újabb 5 évre megválasztotta elnökének Széles Jánost a Tolna megyei polgárőrszövetség. A közgyűlésen elhangzott, a határvédelmi szolgálat ellátásában is kiemelkedő szerep jut a polgárőrségnek. Kérem készfeltartásra jelezzem. Köszönöm. Újabb 5 évre megválasztotta elnöknek Széles Jánost a Tolna megyei polgárőrszövetség. Dunaföldváron a polgármesteri hivatal dísztermében tartották a Tolna megyei polgárőrszervezetek szövetségének tisztújító közgyűlését. A régi új elnök sokadik ciklusát kezdi meg. 74 település elnökével kell konszenzusra jutnom, vagy fordítva is, ez így igaz. Vannak olyan lehetőségek, amiket az egyesületeket maximálisan tudjuk támogatni, vannak dolgok, amiben megszorítás. Sokat kellett alkotni, de többé-kevésbé azt hiszem, hogy sikeres volt a megyei szövetség munkája. Tolna megye létszámban az élen jár, lakosságának 1%-a polgárőr, míg más megyékben ez 0,6%, de Budapesten még a 0,1%-ot sem éri el, hangzott el a közgyűlésen. Folyamatosan új társadalmi kihívások érik a polgárőrséget, ilyen a Covid-járvány vagy az illegális migráció elleni védelem, határvédelem. Ez rendkívül fontos, hát éppen 2 hete jelent meg Magyarország kormányának az a határozata, amelyben fölkéri a polgárőrséget arra, hogy koordináltabban, folyamatosan, permanensebben vegyen részt a határvédelemben, határvédelmi szolgálat ellátásában. A közgyűlésen díjátadásra is sor került. Többek között a polgárőrség és a rendőrség közötti kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült Vég Lajos, rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, paksi rendőrkapitány. A régi korok télűző hagyományát, a kiszebáb égetést és a busójárást elevenítették fel Bátaszéken. A hagyományokhoz híven a helyi óvoda szervezte a családoknak is szánt programot, amit természetesen legjobban a gyerekek élveztek. Busokkal, kereplővel és más zajkeltő eszközökkel érkeztek a bátaszéki óvodások a város piac terére. Az intézmény már nem először rendezi meg a télűző eseményét, amelyre idén is sokan ellátogattak. A programot egyértelműen a gyerekek élvezték a legjobban. Lássa, hogy a tűzoltók itt vannak, meg ahogy a busok itt vannak. Szuper. Meg az egyik busónak a szájában benn van a cumi. Azt a minden. És ez vicces. Volt, aki azt mondta, alig várja már a jó időt. A nyarat. És miért? Mert azért, mert akkor lehet fürdeni. A magyar busójárás több száz éves múltra tekint vissza. Farsang idején az emberek búcsút intenek a télnek, a busók pedig elriasztják a hideg időt. Simon Csabáné intézmény vezető elmondása szerint ez már több éves hagyomány az óvodában. Ilyenkor a gyerekek szülőkkel együtt ünnepelhetnek. A tegnapi nap a gyerekek elkészítették a kiszebábjaikat, ráírták az óvonénik azokat a dolgokat, amiket ugye szeretnének megszüntetni a gyerekek, hogy úgy mondjam, várjuk a tavaly. Ugye a mai nap pedig busójelmezbe öltözött fiatalokkal sétáltunk ide a piactérre. Szerettük volna valamennyi kiszabábot elégetni, de hát az időjárás ezt nem tette lehetővé most számunkra. A hét zárásaként pedig farsangi mulatsággal készülnek az óvodások. Regionális híreink következnek. Nem adták be, de a kormányra mutogatnak. Az új vásárcsarnokkal is politikai hisztériát kelt a pécsi városvezetés. Kinek mennyit és hogyan kell megfizetnie, tudnivalók a gépjárműadóval kapcsolatban. Elvesztette mobilját, valótlan feljelentést tett a komlói férfi, hatóság félrevezetése miatt bocsátották próbára. Két hónappal ezelőtt döntöttek úgy, hogy további 270 milliót kér a pécsi önkormányzat az irányító hatóságtól az új vásárcsarnokra. Ám a hatóság állítása szerint még nem kaptak erre vonatkozó kérelmet a várostól. Ezt tette szóvá és kérdezett rá az ügyre Kővári János a keddi közgyűlésen. Ám a válasz helyett szavazást rendelt el a polgármester, miközben megint a kormányra mutogatnak, hogy nincs elég pénz a beruházásra. Eddig szoktak válaszolni a kérdések, nem tudom, most ez egy más műfaj lett itt, vagy úgy gondolják, hogy a pécsieket ez nem érdekli, hogy a közgyűlés milyen munkát végez, nem értem.
Így reagált a képviselő arra, hogy nem válaszoltak a kérdésére a pécsi közgyűlés ülésén, hanem rögtön megszavazták az előterjesztést kedden. Az új vásárcsarnok építésével kapcsolatban fordult a városvezetéshez Kővári János. Végül a méltatlankodás után ez volt a válasz. Műszaki ellenőri szerződés módosítása, fedezet biztosítás. Erről szavaztunk az imént. Minden más kérdés az a kérdések pont alatt nyilvánvaló föltehető, de úgy bátorítom, forduljon a polgármester úrhoz a kérdéseivel, meg fogja válaszolni. Az eljárást a Fidesz frakció vezetője is kifogásolta. Mégiscsak itt egy olyan kérdés merült fel, ami kardinális a vásárcsarnok projekt előrehaladása tekintetében, már csak azért is, hogy az önök erőterjesztésében vastagon kiemelve már megint a kormányt hibáztatják, hogy már a kormány nem döntött és késlekedett, stb. És ezért önöknek kellett előre menni. Hát akkor most megkérdezzük, Kővári János ezért kérdezte meg nyilvánvalóan, hogy na mentek-e akkor önök előre, vagy ehébe topogunk, esetleg hátrafelé megyünk. Kővári János képviselő egy olyan döntésre utalt, amit már több héttel ezelőtt elfogadott a közgyűlés. Két hónapja döntött már a közgyűlés arról, hogy elfogadja a vállalkozónak a többlet igényét, hiszen fölmentek az árak közben, és ahhoz, hogy be tudják fejezni, ehhez volt egy többletigény, amit szakértők átvizsgáltak, és 270 millió forintnyi többlet támogatási igényt kellett volna közvetíteni az állam felé, hiszen a közgyűlés ezt meghozta ezt a döntést, de nem adták be mostanáig, három hónapja ennek a kérelmét, ez teljesen értetetlen. Helyette megint hisztériát keltenek, a kormányt hibáztatják, amiért nem tudják befejezni az új vásárcsarnokot. Pusztán csak politizálnak, a hatalommal vannak elfoglalva, nem a város ügyeivel, mondja a képviselő. Milyen járművek után és kinek kell megfizetnie a gépjárműadót, hogyan tehetik ezt meg az érintettek? Ezekre a kérdésekre adott választ a NAV baranyai sajtórefelense. Barlai Krisztina elmondta, hogy idén is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kezeli a dokumentumokat. Ebben az évben már kerekítés nélkül forintban kell megfizetni az összeget. Az első részlet határideje március 15-e, a második részleté pedig szeptember 15-e. Azok, akik nem kötelezettek pénzforgalmi számlanyítására, SMS-ben csekket is kérhetnek a NAV-tól. Idén is a Nemzeti Adó és Vámhivataltól kapják az érintettek a gépjárműadóval kapcsolatos iratokat, tájékoztatott a NAV baranyai sajtórefelense. Barlai Krisztina elmondta, hogy a belföldi forgalomban lévő a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és pótkocsi után kell megfizetni ezt az adót. A mezőgazdasági vontató, lassú jármű és munkagép esetében azonban mentesülnek a fizetés alól. Nem vonatkozik továbbá ez a kötelezettség többek között a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő üzemben tartóra, tulajdonosra, a környezetkímélő gépkocsikkal rendelkezőkre, költségvetési szervre és a menetrend szerint közlekedő buszokra sem. Az összeget az üzemben tartónak kell megfizetnie, ha nincs ilyen, akkor a tulajdonosnak. Hogyha egy gépjárműnél több üzemben tartó van, esetleg több tulajdonos, akkor annak kell megfizetni a gépjármű adót, aki a forgalmi engedélyben szerepel. Ezt az adót, ezt két részletben kell megfizetni, március 15-éig az első részletet, a következő részletet pedig szeptember 15-éig. Akinek változik az adó összege, határozatot, akinek nem, azok értesítőt kapnak az elektronikus tárhelyükre. Akiknek nincs ilyen elérhetősége, azoknak a postaládájukba érkezik a dokumentum. Az összeget a NAV belföldi gépjármű adó bevételi számlára kell elutalni, forintra pontosan. Utalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Hogyha ezek nem szerepelnek, akkor nagyon nehéz beazonosítani a befizetőt, tehát nehéz összekapcsolni a kötelezettséget a befizetőt. Abban az esetben, hogyha az adózó csekken szeretné fizetni ezt a kötelezettséget, akkor a hivatal honlapjáról is elérhető egy kérelem, amiben tud csekket kérni, illetve SMS-ben is. A témában tájékoztatók olvashatók a www.nav.gov.hu oldalon, vagy információ kérhető a 1819-es infóvonalon, de személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton rendelkezésre állnak az adóhivatal munkatársai. Egy év 6 hónap próbára bocsátotta a komrói járásbíróság azt a férfit, aki valótlan feljelentést tett. A vádirat szerint a férfi elveszítette mobiltelefonját, amit a rendőrségen úgy jelentett be, hogy azt Pécsen egy helyi járatú autóbuszon lopták el tőle. Az elkövető ezzel félrevezette a hatóságot, így vádat emelt ellene a komrói járási ügyészség. A bűncselekmény büntetési tétele egyébként 2 évig terjedő szabadságvesztés.
A komlói járási ügyészség hatóság félrevezetésének vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a komlói rendőrkapitányságon még 2021. októberében tett feljelentésében valótlanul állította, hogy meglopták. A vádirat szerint a férfi elveszítette mobiltelefonját. Azt remélte, ha a telefon eltulajdonítása miatt tesz feljelentést, a mobilszolgáltatótól új készüléket kap. A vádlott ezért bement a komlói rendőrkapitányságra, ahol feljelentést tett lopás miatt. Azt állította, hogy 2021. október 20-án Pécsett az egyik helyi járató autóbuszon utazott, mobilja pedig az övtáskájában volt. Egy ismeretlen személy lerántotta az övtáskát a válláról, leugrott az autóbuszról, ami éppen megállt a megállóban, és elszaladt. A komlói rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást rendelt el, ezt áttették az elkövetés helye szerint illetékes pécsi rendőrkapitányságra. A nyomozóhatóság elrendelte a telefon körözését, a mobil szolgáltatókhoz adatkéréssel fordult, és a feljelentőt tanúként hallgatta ki. Ennek során a férfi már elmondta, hogy a feljelentése valótlan volt, a megjelölt napon nem járt Pécsett, övtáskával nem rendelkezett, és a mobiltelefonját valójában elveszítette. A pécsi rendőrkapitányság a lopás miatt folytatott eljárást ekkor megszüntette. Mivel a férfi valótlan feljelentést tett, ellene a Baranya megyei rendőrfőkapitányságon a hatóság félrevezetésének vétsége miatt indult nyomozás. A bűncselekmény büntetési tétele egyébként 2 évig terjedő szabadságvesztés. A komlói járási ügyészség azonban vádiratában büntető végzés meghozatalával próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt. A komlói járásbíróság az indítványnak megfelelően a vádlottat 1 év 6 hónapra próbára bocsátotta. Ipolymenti, somogyi és stilizált táncokat is bemutatott a Balaton Tánc Együttes Siófokon a 100 éve született Együd Árpád emlékére. A folklórkutató és tanárként tevékenykedő Együd életéből és munkásságából is színpadra vittek egy-egy részletet. Ipolymenti és somogyi táncok is megelevenedtek a Siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ színpadán. A Balaton Tánc Együttes egy 1,5 órás színes programmal készült Együd Árpád születésének 100. évfordulójára. Voltak a műsorban olyan számok, koreográfiák, amiket Együd Árpád készített, illetve az ő elképzelése alapján lett újra gondolva. A Perőcsényi Verbunk az egybe újra lett alkotva, illetve a Zébredés a cigánytáborba című darabja lett egy kicsit átformálva a jelenlegi tánckarra és a mostani elképzeléseink alapján. Bár eredetileg decemberben adták volna elő a műsort, a járványhelyzet miatt 2 hónapos csúszással láthatta csak a közönség. A műsort 8 tételből építették fel, amely a jeles néprajzkutató munkásságát mutatta be. Testnevelő tanári, gyűjtői és koreográfus tevékenysége is megelevenedett a színpadon. A produkciókat egy-egy visszaemlékezés szakította meg. Jöttem, mentem, okkal utazgattam, gyűjtmentként is a Magyarországot, otthonommal tartottam. Amit én kaptam valaha, csak annyit volt, mit átadhattam. Az életem úgy telt, hogy bármikor az önök szín előtt bátran. A jubileumi műsorban a Siófoki Művészeti Iskola tánctagozatának növendékei is bemutatkoztak. Fodor Janka, a tánctagozat vezetője elmondta, már a legkisebbeknek is mesélnek Együd Árpád munkásságáról. Nekünk is új dolog, hogy ennyire aktívan és intenzíven beleástuk magunkat Együd Árpád életébe, munkásságába, úgyhogy próbáljuk őket a maguk szintjén, tehát a korosztálynak megfelelő szinten beépíteni a tananyagukba. Mesélünk róluk sokat. A Táncszínházi előadás rendezője, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke, Siketán Szilveszter úgy fogalmazott, büszkék arra, hogy a Balaton Táncegyüttes alapítója Együd Árpád volt, s igyekeznek tisztelegni emléke előtt, de ez nem egyszerű feladat. Egy elképesztően szerény ember volt, egy elképesztően odaadó ember volt, és az, amit ő örökül hagyott, egyébként nagy része sajnos még feldolgozatlanul áll, tehát ezzel azért még van bőven feladat, amit ő örökül hagyott, azt nem is lehet belesülíteni egy ilyen előadásba.
Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt ma a híradó. Duális szakképzés, egyre több vállalkozó csatlakozik a rendszerhez szakoktatóként. Sok a szabadtéri tűz Tolna megyében, a szabályok betartásával elkerülhető lenne a baj. Fényes nappalra volták ki, ismerőse támadt a dombóvári férfira. Elűzték a telet Bátaszéken, még mindig hódítanak a régi népszokások. Csütörtökön döntően szélcsendesebb, nyugodtabb időjárás következik. Délelőtt túlnyomó részt zavartalan napsütés várható, majd délután este nyugat felől terjeszkedő, mérsékelt vastagságú, magas szintű felhőzet sodródik fölénk. Csapadéktól nem kell tartani. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!